Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szabó Barnabás, a KKI kutatója, spanyol szakértő ma. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggel! Mi újság Spanyolországban? Hát ott is az okásos, ahogy ezt ugye a Brexitről is el szoktam mondani. Van ugyan egy funkcionáló kormány, de mögött nincsen kormány többség, parlamenti többség. Úgyhogy az ezzel kapcsolatos tárgyalások azok zajlanak gyakorlatilag az április 28-i előrehozott választások óta, amit egy kicsit tovább színeztek a május 26-i európai parlamenti választások, amikor a spanyolok ugye egyébként önkormányzati és 12 tartományban regionális választást is tartottak. Ki a mostani legváró külügyminiszter? Hát az a Josep Borrell, aki hamarosan vélhetően európai pozíciót fog kapni, ugye ő lesz majd várhatóan az európai unió kül- és biztonságpolitikai főképviselő. Mogherini asszonyt fogja váltani? Így van. Erre írták az izraeli lapok, hogy úgy gondolták, hogy nem fognak könnyeket hullani Mogherini asszonyért, de amikor kiderült, hogy ki az esetleges utódja, mert ugye ezt még meg is kell szavazni, akkor nagyon nem örültek. Mit kell, hogy róla tudjunk? Hát Josep Borrell nem feltétlenül a legdiplomatikusabb diplomata. Eléggé markánsan szokott bizonyos álláspontokat képviselni. Azt gondolom, hogy sok mindenkit magára is haragított ezzel, de emellett úgy gondolom, hogy nem úgy kell azért Josep Borrellt várni, mint hogyha mondjuk csak hogy egy másik volt külügyminisztert említsük, mint mondjuk Boris Johnson kerülne az Európai Külügyi Szolgálat élére, tehát azért neki gondolom, hogy nagyobb tapasztalata és talán nagyobb integritása is van. Vajon hogy oldja meg egy ilyen biztos, hogy amikor megszólal, akkor ne a saját hazáját vagy a privát véleményét mondja el? Hát vannak erre valami protokollok? Alapvető szabályok vannak, amik ugye kizárnák azt, hogy a saját országa érdekeit képviselve járjon el. Nyilván kivéve, hogy azok az érdekek esetleg egybeesnek az európai érdekekkel. Nem tudom, hogy ezt személyesen hogy oldják meg. Nyilván kicsit az egyéni habitustól is függ. És azért talán gondolhatjuk azt is, hogy nem tudnak teljesen elvonatkoztatni. Ha más nem azért, mert nyilván gondolkodhatnak úgy, hogy a saját Európai Uniós tagországok érdeke, az részben azért az Európai Unió érdeke is. Talán olyan kontroll van ezen rajta, hogy azért a biztosok és a biztosi kollégium az mindig megvitatja az adott esetben a döntéseket, és hát a végső esetben szavaznak is erről. Igen, de hogyha megnézzük Mogherini asszony működését, és nem szeretnék önből most külpolitikai biztos szakértőt képezni, illetve a szájába adni olyasmiket, amit esetleg nem gondol, de hát ő sem volt egy szuper találmány. Tehát, hogyha megnézzük az ő ideje alatt történteket, ami vele történt, azért az objektivitástól, legalábbis az én általam vélt objektivitástól nagyon sok esetben nagyon messze volt, sőt a tagállamok véleményétől is. Hát talán nem vagyok abban a pozícióban, hogy egyértelműen én ítélhessem meg Mogherini asszonynak a működését. Azt azért talán a védelmében el lehet mondani, hogy az európai külpolitika... Hogy nagyon csinos és kedves volt. Ezt szintén nem áll módonban minősíteni. De ugye, ahogy ön is említette, az európai külpolitika, mivel hogy éppen hogy az összes tagállamnak a véleményét figyelme kellene venni, tehát ugye itt még viszonylag ritka az, hogy minősített többséggel döntenek a tagállamok, de hogyha azzal is lehetne dönteni, nem célszerű, hiszen nem akarják, hogy ez a későbbiekben mindenféle frusztrációkat okozzon. Mogherini asszonynak egy olyan apparátust kell felügyelnie, ami ez a 28 plusz áfa felé húzó érdeknek kellett volna valamiféle hangot adnia. Gondolom, hogy ez nem lehetett könnyű. Nyilván a saját maga élettapasztalatát is ebbe belevitte, tehát ő sem tudott talán teljesen mindentől függetlenül operálni. Az a kérdés, hogy sikerült-e képviselni azt az európai külpolitikát, ami a feladata. A spanyol külügyminiszter esetében ez mennyire lehet másképpen? Milyen előélete van neki most ugye külügyminiszter?
Igen, Pedro Sánchez kormányában talán ez annyira is árul, hogy hát egy fontos minisztere volt annak a szocialista kormánynak, amit ugye, aki ugye a néppárti Mariano Rajoy leváltását egy bizalmatlansági indítvánnyal tudta elérni, de nyilván abban kapott fontos szerepet Josep Borrell, hogy képviselje egy markásan új álláspontot sok tekintetben, ami azért nem is Spanyolországban egyébként szerintem, mert önmagában az egyes nagy pártok által vitt külpolitikai érdekek nem feltétlenül szükségszerűen nagyon eltérőek, tehát nagyon sok mindenben megegyeznek. Nagyon sok mindenben megegyeznek, így van. És hogy Josep Borrellnek ehhez kellett volna valamiféle olyan ízt vagy színt adnia, ami meg tudja különböztetni az elődjétől. Hát Josep Borrellnek ez úgy szokott szerintem sikerülni, hogy mindig tesz valamilyen markáns kijelentést, amit aztán néha megbánnak többen a kormányból, de úgy tűnik, hogy élvezte Pedro Sánchez bizalmát. Ha csak nem azt feltételezzük, hogy ez az európai fő képviselőválasz, ez valamiféle felfelé buktatási kísérlet. Nekem is úgy tűnik, már is egyetértünk. Vajon mennyire stabilok napjainkban a spanyol kormányok, illetve a várható időben? Tehát erre azt tudnám mondani, hogy stabilabbak, mint a 19. században, ott ugye átlag azt hiszem 2 napra jutott egy új kormány, de ezt a rekordot talán nem fogjuk újra beállítani. Az tény, hogy nincsen egyértelmű többség a kormány mögött. Ugye Pedro Sánchez jelenleg ügyvezető kormányfőként viszi a kormányzást, azóta, hogy április 28-án előrehozott választások voltak, ami azt jelenti, ugye, hogy most július közepén már túl vagyunk, eddig nem sikerült koalíciós tárgyalásokat eredménnyel zárni, amit az is nehezít egyébként, hogy Pedro Sánchez most már nem igazán szeretne koalíciót. Ugye egy potenciális koalíciós partner volt a Podemos nevű a baloldali pártcsalád másik fontos tagja, aki azonban nem szerepelt elég jól a nemzeti választáson ahhoz, hogy a szocialista párttal együtt meglegyen a parlamenti többség, tehát még emellett is kellene ugye plusz néhány... Akkor most kisebbségből fog kormányozni? Mindenképpen kisebbségből fog kormányozni. Az egyetlen kérdés az, hogy a Podemos nevű formációban hogyan fogja segíteni. Ugye a Podemos azt szeretné, hogyha őket mint koalíciós partnert vonnánk be a kormányzásba, az európai parlamenti választások és önkormányzati választások után, viszont Pedro Sánchez erről hallani sem akart, akkor a Podemos rosszabbul szerepelt. Ugye, amit most el szeretne kerülni a miniszterelnök az, hogy a másik pártnak az elnöke, aki egyébként több kérdésben markánsan eltérő álláspontot képvisel, például a katalán függetlenség kérdésében, vagy legalábbis a függetlenségi vezetők bebörtönzésének a kérdésében, hogy úgy kerüljenek be ilyen elemek a kormányban, hogy aztán teljesen megbénítják annak a működését. Tehát jelenleg, amit ő ajánl az, hogy köszönjük szépen, hogy támogattok minket, tegyétek ezt kívülről. Tehát egy biztonsági hálót adjatok, mit kaptok cserébe érte, mit mond nekik? Azt mondta nekik, hogy nem szeretné, hogyha első vonalas pártembereket küldenének az új kormányba, de arra nyitottnak mutatkozott, hogy úgymond szakértőket, tehát akik kifejezetten nem a pártpolitizálásukról híresek, hanem egy-egy terület szakértői, ezekből néhányat hajlandó bevenni a kormányába. Erre a Podemos azt mondta, hogy ez egy kicsit kevés lesz. Ugyanaz alkupozíciójuk a parlamenti erősségük nyomán nem annyira erős, de hát Pedro Sáncheznek meg kellene egy kormány, tehát ez azért fölviszi az értéküket. Meddig húzhatják ezeket a tárgyalásokat? Itt úgy néz ki, hogy a jövő héten, tehát július 23-25-én lesznek investitúra szavazások, tehát akkor kellene a spanyol parlamentnek megadni az áment ahhoz, hogy Pedro Sánchez kormánya hivatalba lépjen, nem mint ügyvezető kormány, hanem ugye mint rendes kormány. Az a kérdés, hogy itt ugye mi fog történni. Tehát egyrészt az első kérdés az, amiről most beszéltünk, hogy a Podemos szavazataira számíthatnak el. Hogyha nagyon felbőszítik őket, akkor nem feltétlenül. Noha nem hiszem, hogy azt szeretnék, hogyha adott esetben mondjuk a jogboldal kerülnek kormányra. Mi megkapjuk ajándékba külügyi biztosnak a külügyminiszterüket. Így van. Kérdés, hogy jó ez nekünk. Spanyolországnak milyenek a kapcsolatai a Brexit előtt álló Angliával, hisz ön mind a két témának szakértője, és biztos össze tudja kötni őket. Igen, és nem is olyan nehéz, ugye volt egyetlen, vagy egy nagyon szimbolikus pont, ahol a kettő szépen összeért, ez Gibraltár kérdése volt. Ugye, hogy Gibraltár szintén érinti a Brexit, tehát ugye brit szuverenitás alá tartozott terület, Nagy-Britanniával együtt el kellene hagyni az Európai Uniót.
jelenlegi tudásunk szerint ugye október 31-én. Na most ott ez a probléma, hogy a gibraltáriak 90%-a az amellett szavazott, hogy maradjanak az Európai Unióban, nyilván ez nekik fontos érdek, gyakorlatilag integrálva vannak a regionális, az andalúziai, spanyol, és ezen keresztül az európai gazdaságba. Nagyon sokan dolgoznak a határ másik oldalán, mind a két oldalról, úgyhogy ők nem kifejezetten örültek ennek, hogy őket is kirángatják az Európai Unióból. És akkor Spanyolország erre hát reagálva dobta be még a tárgyalási folyamatban, amit ugye Theresa May vezetett az Európai Unióval, hogy a Gibraltárral valamit kellene kezdeni. A spanyolok ezt úgy gondolják egyébként 1713 óta, hogy akkor talán jobb lenne, ha visszatérne valamilyen formában hozzájuk ez a terület, hiszen akkor került át brit szuverenitás alá. A britek szerintem nem nagyon szeretnék lemondani erről. A britek nem szeretnének lemondani erről, bár a britek ugye a szuverenitás visszaszerzése témában most egy nagyon érdekes és ellentmondásos pozícióban találták magukat, amennyiben könnyen a brit unió rovására megehet ez az egész Brexit történet. De tény, hogy egyáltalán nem voltak elragadtatva az ötlettől, hogy Gibraltárt visszaengedjék Spanyolországnak. Még úgy sem, hogy Spanyolország az egyébként általam nehezen definiálható megosztott szuverenitás ötletét vetette be, hogy tudnélik egyfajta ilyen kódominiumot gyakorolnának a britekkel Gibraltár fölött. Ugye senki nem tudja, hogy valójában mit jelent, és hát népiesen... Ez az Európai Unió, ez a kódominium. Hát az Európai Uniónak erről szerintem nincsen kiforrott véleménye, de nem hinném, hogy különösen örülne neki, ha más nem azon a megközelítésen, hogy ugye hát közös lónak azért túrós a háta, és itt egy Európai Uniós és egy nem Európai, hát majd a jövőben nem Európai Uniós. Legalábbis ma még úgy érezzük. Hát ma még úgy érezzük, aztán majd kiderül, hogy ez így lesz, vagy nem. Értem, tehát akkor Gibraltár helyzete nem rózsás. Nem kimondottan. Ugye a másik fontos pont a spanyoloknak az, hogy és ezzel egy kicsit párhuzamot vonhatunk talán akár Magyarországgal is, vagy egyébként sok Európai Uniós ország is. Nagyon sok spanyol dolgozik az Egyesült Királyságban. Sokan egyébként a hihetetlenül magas londoni ingatlanárak miatt gyakorlatilag naponta berepülnek valamiféle fapados járattal Nagy-Britanniából dolgoznak, és aztán hazamennek, tehát még ez is jobban megéri, de minden esetre sok munkavállalót érint, úgyhogy nyilván nem teljesen nyugodtak attól, hogy bár ugye Theresa May tett olyan ígéretet, hogy a már X ideje ott dolgozók, ott élők jogai nem fognak csorbulni, de hát ne felejtsük el, hogy Theresa May hamarosan már nem miniszterelnök. Volt miniszterelnök ez. Szenteljünk, ha már időnk mindjárt lejárt, már lejárt, két percet a katalánoknak. Mindig nagy örömmel. Ugye meddig lesznek ők még börtönben, már mint a volt vezető? Hát ha a spanyolokon múlik, bocsánat, a spanyol igazságszolgáltatáson múlik, akkor valószínűleg elég sokáig. Nagyon komoly büntetéseket kértek. Nyilván politikailag, hát azért Pedro Sánchez miniszterelnök két dologban lenne érdekelt, egyrészt, hogy ezt valamennyire mérsékelje, tehát már most nagyon rossz optikája van a spanyol kormányoknak általában Katalóniában, de másrészt ugye a saját szavazói felé, vagy akár általában a spanyol szavazók felé is kellene gesztust tenni, mondaná, hogy ő védelmezi Spanyolország egységét. Ez volt egyébként az egyik neuralgikus pontja a Podemos-szal való tárgyalásnak, hiszen a Podemos vezetője konzekvensen politikai foglyoknak hívta azokat a katalán vezetőket, akik most előzetes letartóztatásban. Miért nem politikai foglyok? Definíció kérdése, nyilván a katalánokat kérdezzük meg, akkor alapvetően ezt a választ kapjuk, hogy igen, sőt vannak ugye a politikai foglyok, meg a száműzöttek, vagy az emigránsok része ebben a történetben, hiszen sokan, ugye Carles Puigdemont volt katalán elnök, és az ő kormányának több tagja, hát úgymond külföldi emigrációban él, ki Belgiumban, ki Svájcban, ki éppen Skóciában. Kérték is a kiadatásukat, ha jól emlékszem. Kérték is, és aztán nem kapták meg, sőt többféle módon kérték. Belgium ugye ebben nem egyezett bele, ami részben érthető. Belgium nagyon érzékeny ezekre a kérdésekre, hiszen maga a belga állam is, hát ugye a flamand vallon ellentét miatt óvatosabb. Problematikus. Igen, és akkor azt csinálták, hogy amikor Carles Puigdemont Németországban volt, akkor Németországtól kérték ezen a kiadatását, de ugyan német büntető törvénykönyvben meg nincsen arra megfelelő büntetési tétel, amit ők kértek. Ugye ez a rebellió vagy rebellion, lázadás, ez ebben a témakörben, tehát hogyha Németországban valaki mondjuk Bajorország függetlenségét követi, akkor ebben a formában ez nem ugyanúgy büntethető, mint mondjuk Spanyolországban. A katalánok kiválása tulajdonképpen a spanyol költségvetést, illetve a kincstárat is nagyon érintené?
bizonyára érinteni, hogy ezt maguk a katalánok szeretik túldimenzionálni. Tehát ők azt mondják... Ezért kérdezem, mert ez egy ilyen nagy kérdőjel. Igen, hát van igazság abban, amit mondanak. Tehát, hogy ők a legnagyobb befizető. Ez már egy kicsit megkérdőjelezhető, tehát ha éppen mondjuk Madrid autonóm tartományra vetjük össze, ami a főváros, azért ez árnyalódik ez a kép, de akár a Baleári-szigetekkel is. Mindenképpen sokat fizetnek a költségvetésbe, aminek egy jelentős részét vissza is kapják, tehát nem az a baj, leginkább az, ami igazán sérelmezendő talán, hogy nem ők döntik el feltétlenül, hogy ezt mire költik, amit visszakapnak, hanem ez a spanyol kormány. Innét folytatjuk legközelebb. Kedves nézőim, az elmúlt 19 percben Szabó Barnabás spanyol szakértőt látták és hallották, a KKI munkatársát és kutatóját. Köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Most következik Seres Attila, akivel hetet fogunk értékelni. Tartsanak velünk, már is jövünk vissza.